találkozások programsorozatban a tavalyi Mária főhadnagy és a Marica grófnő után most a Mágnás Miska című operettet láthatják az újpesti szépkorúak március 22-én elnézést 15 órakor a Jégpalotában Bozsó József rendezésében, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban, szervusz! Most köszöntelek téged és a nézőket egyaránt. Elfogadtad a meghívásunkat. Hát épp arról beszéltünk most itt az interjú előtt, hogy egészen elképesztő siker volt az első két operett, és nagyon-nagyon sokan voltak. Tehát, hogy... Igen, minket is nagyon meglepett, főleg az első adásnál, hogy az az óriási jégcsarnok egyszer csak szinte megtelt. Tehát számításra nem számoltam meg a nézőket, de olyan 1500-an biztos voltak, és a 13.30-as kezdésnél már azért 1-200 ember már beült, és akkor azt néztem, hogy hát nem fog fájni a fenekük szegény időseknek, de hát jó helyet akartak kapni. Tehát az idősek azért nagyon szeretik ezt a műfajt, és hát nekik csináljuk természetesen, és mindig az a célunk, hogy nagyon jó hangulat legyen egy-egy ilyen előadáson. Meg hát valljuk be, azért a színésznek az nem olyan rossz érzés, hogy 1500 ember előtt játszik, hiszen természetesen minden színész azt mondja, hogy mindegy, hogy 5 előtt vagy 1500 előtt, de azért ez nem teljesen így. Hát igen, van egy tipikus hangulata, meg annak is van hangulata, hogy nem színházi körülmények között vagyunk, hanem lényegében egy olyan csarnokban, amelynek az akusztikája, mint egy templomnak. Aha. Tehát egy kicsit tehát kong, jó csak túl jó. Aha. Tehát egy kicsit kong, visszaverődik a hang, stb. De a technikusok ezt nagyon-nagyon jól megoldják a mikroportokkal. Az is furcsa különben, hogy ugye élő zenekar van, tehát a Váci szimfonikusok kísérnek minket, és mikroporttal énekelünk, és az is furcsa, hogy egy picit mindig várni kell, hogy leessen a poén, tudod? Tehát nagyon messze vannak, és akkor elmondjuk egy szöveg, és van egy spét, mire végig gurgulázik a nézőközönségen az a bizonyos verbális poén, és akkor a visszajelzést megkapjuk. Tehát picit két lassul az előadás ettől, de remélhetőleg a tempóját nem fogja elveszíteni. Azért egy klasszikus operett játszás amúgy sem általában a finom ecsetvonásokról szól, hanem inkább a vastagabbokról, de egy ekkora térben még inkább változtatni kell. Igen, azt szoktam mondani, hogy gyerekek, operai gesztusokkal játszunk. Ja. Tehát ez már nem a vastag ecset, hanem a teddy henger. A teddy henger, ha bár én annak a híve vagyok, hogy az operettet klasszikus módon kell bemutatni illúziók keltően, de modern színjátszással, tehát ki kell játszani a szituációkat pontosan, ha humorosak, ha nem, tehát mindenféle szituációt ki kell játszani,